Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium Szeretett testvéreim, Szent István diákonus vértanúságában szemléljük, hogy Isten István hogyan jut egyre nagyobb szabadságra, ellenségei pedig egyre jobban meg lesznek kötözve, megkötözik magukat. Tegnap hallottuk az angyalok énekét, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, ma született megváltótok. A megváltó azt jelenti, hogy szabadítótok. És az Úr Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az igazság, és az igazság megszabadít titeket. És a nemzetek apostola Szent Pál ezt írja, Jézus szerezte meg nekünk a szabadságot. Persze sokféle rabság van, és sokféle szabadság. A vértanúságban a legnagyobb szabadulást szemléljük, a gyilkosságban pedig a legnagyobb rabságot. Mi lenne más a legnagyobb szabadulás, mint maga az életszentség? Az a szentség, amely a mennyei atyához tesz hasonlóvá minket, és gyermekeivé tesz. Fordítva is igaz, hogy valaki Isten gyermeke, hogy tökéletes, nem azt jelenti, hogy hiba nélkül van, hanem az, hogy még az ellenségeit sem gyűlöli vissza. Mert ilyen az Isten, ő nem tud gyűlölni. Igen. Szabadon szeret, és szeretetét nem befolyásolja az, hogy ő gyűlölik. Az egy mechanizmus. Ha elkap téged a gyűlölet kereke, eddig szerettél, de most visszagyűlölöd, semmivel se vagy külön. Ez a világ. Ez az Istennel való legmélyebb egyesülés, semmiféle elragadtatás, látomások, semmiféle misztika, ennyire nem egyesít a Szent Háromság Istennel, mint ez a szeretet. Igen, mert Isten autonóm, a Szent is, öntörvényű, nem befolyásolja azt, hogy ő gyűlölik. És a világ nehézkedési törvényétől megszabadult. Sőt, éppen ahogyan növekszik körülötte a gyűlölet, ő belőle egyre nagyobb szabadulást vált ki. Azért itt vagyunk ám az evangélium közepén. Mert az Úr is, amikor találkozik azzal, hogy meg akarják ölni, két dolog, ami benne fölmerül, ez kibeszéli magából. Egy, nem az, hogy nekem ez fáj. Mit nyalogatod a sebeidet? Az van bajba, aki téged gyűlöl. Nem te vagy bajba. Tehát Jézust az érdekli, hogy mi lesz velük. A másik, hogy a mennyei atyám hogy viszonyul hozzájuk. Hát tovább is fölkelti napját, meg esőt ad rájuk. Tehát szereti. És ez az evangélium közepe. Keresztény életszentség csúcspontja. Legyetek tökéletesek mennyei atyátok, mert az ellenséget is szereti. Testvérek, de hát hogyan lehet az ellenséget szeretni? Sőt, van egy még hétköznapi problémánk. Hát azért általában nincsenek ellenségeink, akkor ránk ez az egész nap.
ez az egész tanítás nem vonatkozik? Azt gondolja az ember, hogy szüleit szeretve olyan szeretetet él meg, amelynek semmi köze az ellenség szeretethez. Feleség és férj szeretve egymást olyan szeretetet él meg, amely azt mondja, hogy hát ennek semmi köze az ellenség szeretethez. Barátját szeretve olyan szeretetet él meg, amelynek semmi köze az ellenség szeretethez. Igen, de miért kér Isten szent egyháza az esküvő napján tőletek azt, hogy holtomiglan, holtáiglan? Miért parancsolja meg Isten, hogy szeresd a szüleidet, és nem teszi hozzá, hogy azért, mert azok olyan jók? És miért szólítja Jézus Júdás barátjának, amikor őt elárulja? Mert az evangélium tökéletessége kaptunk meghívást. Nem csak a vértanúk, hanem mi egyszerű emberek is. És ha a szerelmed, a házastársad átmenetileg, akár végleg úgy viselkedik, mint ellenséged lenne. Nem ellenséged, de úgy viselkedik. Te is ellensége leszel? Ha gyermekeid nem hívott fel karácsonyra, én se hívom. Erről van szó. És ha barátod elfelejtene, akkor te is elfelejted. Kész. Erről szól a mai nap. Tehát a te szereteted is megromlott, megecetesedett, megbüdösödött, megrohadt. Nem vagy különb. Mert a szeretet soha el nem múlik. Ami elmúlik, az nem szeretet. Mert szeretet az Isten, mondja János, és aki szeretetben marad, Istenben marad. A Szent Háromság egy Isten, persze kell ismerni ahhoz, hogy valaki így tudjon szeretni, vagy a szívére hallgatni. A szülői, a testvéri, a baráti szeretet. Igenis ideig, óráig, vagy egy pillanatra? Lehet, hogy éppen a karácsonyi napokban? Egy vértanúi pillanatot követel tőled. De mi most azt szeretnénk szemlélni, ahogy nektek ígértem, hogy István hogyan lesz egyre szabadabb, egészen a halálig, amikor kiszabadul a világból, ellenségei viszont egyre megkötözöttebbek lesznek egész a rakságig. Nekik odáig kellett elmenni, hogy gyilkoljanak. Akkor kiderült tettük értelmetlensége, és talán újra kezdhetnek. Nagyon érdekes dolgot találtam. Valaki a görög szentírásból, mert görög nyelven íródott, az Úr Jézus anyanyelvére próbálta visszafordítani az ellenség szeretetet, és így sikerül arámul. Tehát az Úr is így mondta. Az ellenségeskedéstől megszabadító szeretet. Nem az ellenség szeretete. Hanem, hogy az illető is, meg aki gyűlöl is, olyan szeretetet tapasztaljon attól, aki gyűlölnek, hogy ő is, meg ellensége is megszabaduljanak. Testvérem, azért itt nagy megkötözöttségek vannak, ám biztosan még köztetek is. Engem ismertek jobban, én nem ismerek majdnem senkit, ezért nyugodtan beszéletek. Azért az, hogy azzal a szomszéddal megszakítottad végleg a kapcsolatot, azért az nem keresztény. István első próbálkozása, hogy ő is és ellensége is megszabadító szeretetbe lépjenek be. Ez az első próbálkozás az érvelés. Érvekkel akarja meggyőzni őket. Mert nem hozza most a felolvasott rész a nagy beszédet. Arról beszél, hogy Jézus azt jövendelte, hogy lerontják ezt a templomot, a Jeruzsálemit. De ezt az ő testének templomára gondolta, nem a Jeruzsálemiről. Arról is. De ő harmadnapra föltámad. És István azon érvel, hogy Isten nem lakott ilyen kőtemplomban, hanem mindig veletek vándorolt. Az csak egy történelemnek egy idejében volt kőtemplom, de majd vége is lesz. Jézus ezt hirdette, hogy ennek vége van. Testvérek, és nem hoztak rá érveket, hanem miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták. Az érvelés
baráttá tehette volna őket. Egy életen át hozhattak volna érdeket és ellenérvet. Hú, micsoda nagy kultúra ez! És éppen az egyfajta barátságnak a legszebb jellemző, hogy egy életen át vitatkoznak. De nem mondják azt, hogy mert te ilyen meg olyan vagy, hanem érvek. Amit ő érvnek hozott, az megdolgozom a gondolatvilágomba, nem úgy csinálok, mintha nem osztak, és keresek esetleg újabb érvet, ha találok. Így Istvánnal érvelhettek volna 70-ig Krisztus után, amikor a rómaiak lerombolták a templomot. És a Zsidók háborúk című történeti könyvbe benne van 2-3 rémes eset. Ez nem sokkal azelőtt történt, mielőtt a rómaiak lerombolták a templomot, hogy a papság végezte a szertartást még, és 3-szor ordítozást hallottak, hogy meneküljünk innét. Ez a többes szám az Istent jelenthette, írja a pápa az egyik könyvébe. És amikor lerombolták a templomot, és szépen vitatkoztak volna Istvánnal, akkor most tovább folytathatták volna, hogy hát látjátok, ezt megengedte Isten. De itt van a názáreti, aki megjövendölte, hogy semmit sem ott nem fogják imádni az Isten, hanem lélekben és igazságban, hogy ő maga az Isten temploma. És nem szakadtunk volna kétfelé. A jamniai zsinaton a rabbik valamiféle zsidóságot kitaláltak, ami nem a régi. A Jézus hívei zsidók pedig mentek a beteljesedés útján. De nem így történt. Ők nem hoztak érveket. Vitázni, megvitatni egy témát barátsággá lehet. Hatalmasan érvelnek, gesztikulálnak, közben a kirándulás végén egy vendéglőben jót esznek. Ezek az igazság megszállottjai. És még ha az egyik úgymond meg is győzni a másikat, ez a győzelem akkor se lenne teljes, nem a mind a kettőnek lenne a győzelme, hanem az igazság győzelme lenne. Ha egy keresztény meggyőzne egy hívő zsidót, aki áttérne és katolizálna, megkeresztelkedne, akkor ha igaz keresztényről van szó, akkor ez nem az ő győzelme. Valami hasonlót én áttértem, és úgy éreztem, hogy megszégyenülök. Mert az érveken túl ő valami többet kapott. De ha nem következne be, akkor is mindegyik gazdagodna. Testvéreim, a keresztény egyház 2000 év óta vitatkozik. Soha nem hagyta abba. A vita partnerei kihaltak, és az ellenérveikből nem lehet összegyúrni egységes tanítást. Az összes eretnek, az összes érv Volteren keresztül a mai szélső liberalizmusig, az nem egy összefüggő tanítás. Hol innét bombázták, hol onnét a kereszténységet? És a kereszténység mindig válaszolt rá. Na jó, volt egy csoda, egy csúnya idő, mert a keresztény is bűnös lehet, amikor fegyvert fogott. De nem azok vitték tovább a tanítást, hanem akik vértanúk lettek. 2000 év vértanúi. Testvéreim, ha valaki a hereziológiával foglalkozik, az eretnekekkel, vagy az egyház ellenhozott érvekkel, megdöbben, hogy 2000 év után kifogyott, jelentem ünnepélyesen, nincs újabb érv. Azokat variálják. És az egyház pedig mindig válaszol rá. István gazdagodott ezzel a vitával, pedig nem is vitatkoztak vele, csak ő próbálta kifejteni, miért gazdagodott. Ő sose gondolta azt végig zsidó létére, hogy tényleg, hát mi van a mi templomunkkal? Hogy Jézus azt mondta magáról, hogy az ő a templom. Most Jézust végig gondolta, mint templomot. István tágasabb lett. Testvérek, hála az eretnekeknek, és az egyház gyűlölködő ellenségei érveinek, hogy az egyház tanítása mérhetetlenül gazdag lett. Jobban megismertük Krisztust. Éme. De amikor azt látja, István egy tágasabb világba lépett,
Most felfedezte, hogy Jézus az igazi templom, viszont akik nem akartak vele érvelni, fogukat vicsorgatták, azok meg az állatnak a szintjére süllyedtek. Ezt látva István most még egy dolgot próbál. Megosztja velük azt, ami megoszthatatlan. Azt mondja, idelé figyeljetek, látom a megnyílt eget, és Jézust, az emberfiát, az Isten jobbján. Mint azt mondaná, ti zsidók vagytok. Emlékezzetek, hogy mit mondott Jézus, én vagyok az emberfia. És hogy azt mondta kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Hát fölöttetek is nyitva van az ég, csak nem látjátok. Nézzetek fel a gyűlöletetekből, és megszabadultok. Az érvek nem segítettek rajtatok, de nyitva van az ég. Istvánt ez újabb, még nagyobb szabadságra emelte. Ezt kell tenned, amikor érvekkel nem boldogulsz. Hitvesed valóban bűnös lett. Utána akartál menni, érveltél. Ő elhagyott téged, te ne cseréld le őt, ez nincs megengedve. De hogy lehet azt kibírni egyedül, tisztán élni? Lehet, ha látod, hogy nyitva van az ég. Ha tudod, hogy ki a Jézus Krisztus, hogy benne nyitva van az ég. De nem csak mondani kell ezt, hogy nyitva van az ég, mert az még jobban bezárhatja őket, hanem élni. Erre ordítani kezdtek, befogták fülüket, egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A szabadság legnagyobb fokára most jut István, amikor imádkozni kezd. Miközben megkövezték, István így imádkozott. Először magáért, majd az üldözőkért. Mert úgy szól a törvény, hogy szerest e fele barátodat, mint önmagadat. Van egyfajta önszeretet, aminek nem szabad megszűnni. Az, hogy Istené vagyok. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, az életemet. Vagyis most már szabad is innét. De nem ez az utolsó sóhaja. Ha csak ez lenne, akkor nem lenne vértanú. Térdre esve, mert zúgtak rá a kövek, hangosan felkiáltott, Uram, ne rótt fel nekik bűnül. De használt ez nekik? Még jobban bezárultak. Ő egyre gazdagabb lett, egyre szabadabb, elszenderült az Isten végtelen szabadságába, gyűlölői egyre megkötözöttebbek lettek. Tehát ő megszabadult mindenféle gyűlölettől, egyre nagyobb szabadságra jutott, gyűlölői viszont ezt érzékelve egyre mélyebb gyűlöletbe süllyedtek. Elmentek a végsőkig, ahonnét tovább nem lehet menni, megölték. Na és vége van ennek a történetnek? Nincs. Nincs. A vértanúk története nem zárul le soha. Ahogy Tertullianus írja a második század végén, minél többet gyilkoltak meg a keresztényekre, annál több keresztény lett. Hogy a vértanúk ma, a vére a keresztények magvetése. És néha a bűnnek ki kell bontakoznia, hogy a bűnös a szabadulás küszöbéig eljusson. Testvérek, ez olyan misztérium, hogy inkább hallgatnom kellene róla, mert félre fogok beszélni. De az Úr nekem megparancsolta, hogy hirdesd az evangéliumot. És az evangéliumban az is ott van, hogy az utolsó vacsorán ez történt. Jézus mondja, bizony-bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. Tanítványai közül az egyik, aki szeretett Jézus, ott nyugodott Jézus keblén. Simon Péter intett neki és kérte, kérdezd meg, kiről beszél. Jézus így felelt, az, akinek a bemártott falatot adom. Erre bemártott a karioti Júdásnak adta, Simon fiának nyújtotta. Az a falatot átvette, és mindjárt belészállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott, most figyelj, tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz. Vagyis védkezz! Árulj el! Mit jelent ez? Jézus nem bűnre biztatja, de van a bűnnek egy olyan lejtője,
ahol nincs tovább. Ott végig kell zuhanni. Ez az a nagy misztérium. És csak a bűn után nyílik meg egy olyan világ, amelyben talán megszabadulhat. István gyilkosainak a testvérek betemették kővel Istvánt. Ez a megkövezés. Most hazamentek. Azt írja valahol Vasadi Péter a költő, hogy a gyilkosságba a legszörnyűbb, hogy utána rádöbbennek tettük hiába valóságára. Nem értették ki az érveket. A gyilkos legelső rémülete tettének hiába valósága. Az érvek maradnak, és a megbocsátás is marad. Saul, aki egyetértett velük, akinek a lábához letették István ruháit, mert lemeztelenítették, hogy megbecstelenítsék, ráébred erre a hiába valóságra, de először még csak arra ébred rá, hogy kevés Istvánt megkövezni. Össze kell szedni a többit is. És elindul Damaszkusz felé. És ekkor találkozik Jézussal is. Amit István mond, azt megtapasztalja, hogy nyitva van az ég. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tehát Szent István kivégzése két irányba hat. A legyőzhetetlen szeretet két irányba hat. Hiába való kiirtani azokat, akik Jézus mellett érvelnek, mert mindig lesznek újabbak. És a nyitott ég ellen nem lehet hadakozni. Testvérek, a legsúlyosabb ítélete Krisztusnak a bűnösök fölött az, hogy megbocsátok. Szokták mondani, hogy erre a politikusra úgy haragszom, meg úgy utálom, hogy ez a bűnöm. Nem. Nagyobb rosszat akarjon neki, a legnagyobb rosszat akarja neki, hogy megtérjen. Elsírja magát, és a milliókat, amit lopott, visszaadja. Ez a legrosszabb és a legjobb. Ez a keresztény bosszú. Hogy vegye észre, hogy nyitva van az ég. Minden esetre a szabadság útja az ellenségeskedéstől való szabadság, mely önátadásba torkolik. Vedd magadhoz lelkemet. És az ellenséget is rábízza az Istenre. Őket is vedd magadhoz, Istenem. Amen.